edzőt, és meg voltál váltva. Hát ez ekkora már nem, és ez kitalálta az egyház, tehát, hogy oda mész, adod be a verseidben mindig a izédet, és nem. De egyébként a keresztényként én ismertem olyan a régen, amikor én is szerzetes voltam. Én mi tartottuk a kapcsolatot? Én volt olyan, hogy tartottam pünkösdi vasárnapi misét egy templomban 300 embernek Krisnás ruhában, és a Bhagavad Gita-ból, meg a Bibliából olvastam föl. A keresztény papon mellett, mert egy ekkora nagy virágfüzér volt, azt a papot kirúgták a két évre. Túl okromanikus volt, nem bírta benyelni a gyülekezet, és központilag kirúgták onnan, elküldték. Egy nagyon jó pap volt. Járt hozzánk le, mert én ott értem akkor ott lenne a farmon, Krisnavölgyben, és volt az indiai kultúrás csapat, ezt mondtam, és mentünk ki utaztunk mindenhol, és járt állandóan át hozzánk a buzsáki pap. Jó fej volt. Én mindent vágott. Annyira ugyanaz volt, mindig ugyanarról beszéltünk, ő mondta a Biblián, igen, teljes megértés. Ez az, egy igazi szent ember, aki a saját kultúráján belül ugyanúgy értette, mint mi. Semmi különbség, és mondta, ah, ez nagyon jó ötlet lesz, ökumenikus, megváltjuk a világot. Azt úgy kirúgták, mint a húzat. Tehát két év múlva a pap nem volt a helyén, máshol. Nem értették az emberek, és ott álltak, és akkor nem értették az univerzális imát. Tegnap itt volt a Johnny, zenéltünk, és akkor volt mindenféle buddhista mantra volt, volt Hare Krishna mantrát énekeltünk, volt másfajta vonal, ilyen olyan, amolyan, tök jó volt, ilyen meditációs este volt, nagyon jó zenével, halál kofi volt, és így egy univerzális dolog. Aki érti a dolgokat, az ért mindent. Aki még nem érti, az ennyi. Az meg, amely fogja csinálni a rituációkat. Nyissunk egy ilyen.